Itt. Noll János vagyok az FSF.hu alapítványtól, és az Arduino szabad hardveres elektronikai platformot fogom bemutatni. De egy egész picit csaltam itt a leírásban, mert ugye ez, úgy neveztem el, vagy úgy címkéztem fel, hogy ez egy szabad hardveres elektronikai platform. Tulajdonképpen itt hardverről és szoftverről is szó lesz, ugye szabad szoftverről és szabad hardverről, illetve azért emeltem ki ezt a szabad hardveres fogalmat, mert a szabad szoftvert ugye a jelenlévők azért már nagyon jól ismeritek, hogy mit akar ez a fogalom. A szabad hardware az ennek a fogalomnak az átültetése a hardveres az elektronikai világba. Tehát amikor elkészül valami és szabad lemásolni a terveit, szabad hasonlót építeni hozzá, akár azt tovább terjeszteni. Tehát így kerülnek át a szabad szoftveres elvek a hardware-re. Először is kezdjük ott, hogy mi az a mikrokontroller, ami az egész Arduino-nak az alapja. A mikrokontrollernek az a lényege, ugye két képet is felraktam a mikrokontrollerekről. Ezek ránézésre ilyen chipeknek is nézzük őket. A felső az egy úgynevezett diptokozású chip, az alsó pedig a modernebb az egy SMD-s. Itt a műanyagházban egy-egy chip van. Abban különbözik a számítógéptől, tehát van a hasonlóság, sőt, rengeteg hasonlóság van. Az a különbsége, hogy itt a processzor, a memória és az egyéb kiegészítő hardverek, jó vezérlők, azok mind benne vannak ebben az egy chipben. Tehát nem úgy működik, mint a számítógépnél, hogy van egy processzor, akkor memóriát kell rakjunk a gépbe, vannak különböző egyéb chipek, jó vezérlők, SATA vezérlő, stb., amit minden egy chipben van, és ez azért jó, mert a beágyazott rendszerekhez ez nagyon alkalmas, tehát minimális egyéb komponenst kell összerakni egy nyomtatott áramkörre ahhoz, hogy elkezdjen működni egy rendszer. A mikrokontrollereknek jellemzően sok jó bemenete és kimenete van, pont azért, mert ilyen beágyazott rendszerekben szoktak belevezérelni dolgokat, akár lehet ez egy programozható termosztátban is van mikrokontroller, autóban is ilyen mikrokontrollerszerű rendszerek vannak. Ugyanakkor limitált a tárhely, tehát azt majd látni fogjuk, hogy mind a memória, mind a programtárhely az korlátozott. Ugyanakkor ez egy-egy konkrét feladatra alkalmas, ugye, amire felprogramozták, és nagy megbízhatóságú. Nagyon fontos tudni, hogy a memória, ami egy ilyen mikrokontrollerben van, több memória van, tehát több fajta memória van benne. Van egy flash programmemória, amiben csak a program van, és az adatok nem ebben a flash memóriában frissülnek, hanem menet közben egy külön ilyen SRAM, ilyen dinamikus memóriában. Ez azért jó, ez egyébként a Harvard architektúrának nevezik ezt a rendszert, amikor a programmemória és a programnak a futás közben változó tárhely az külön van. Ez azért jó, mert jellemzően a mikrokontrollert kevésszer programozzuk fel, lehet, hogy egyszer-kétszer, illetve fejlesztés közben nyilván frissítgetjük a programot, de menet közben a program az nem módosul és nem is módosulhat, és ez is adja a stabilitását. Tehát akár egy termosztátban, amin a mikrokontrollert egyszer felprogramozták, azt lehet, hogy soha többé nem programozzák fel, esetleg akkor, hogyha frissíteni kell a programot valami hiba miatt. Mikrokontrollernek jellemzően vannak egyéb szolgáltatásai is, amik ilyen beágyazott rendszereket és a stabilitást segítik. Például van egy olyan szolgáltatása, amit úgy neveznek, hogy watchdog. Ez azt jelenti, hogy ha programozó talán mégis elrontana valamit, és egy végtelen ciklusba kerülne a program, akkor is egy watchdog áramkör, ez néhány másodpercen belül, hogyha nem reagál a mikrocsip, tehát ha nem lép tovább a program, akkor újraindítja az egész mikrocsipet. Tehát ez is a stabilitást segít elő. Van alacsony áramfelhasználású üzemmódja, ilyen úgynevezett sleep módja. Tehát ha például egy mikrokontroller egy ilyen rádió hőmérőt építünk, akkor lehet, hogy 2 másodpercig lemérjük a hőmérsékleti adatot, és továbbítjuk egy központ felé, majd lehet, hogy 10 percet a mikrocsip, ez a mikrokontroller, ez ilyen alvó üzemmódba van, amikor nagyon alacsony a fogyasztása. És
Akkor nézzük meg, hogy hogyan jutunk el a mikrokontrollerektől az Arduinoig, illetve mindjárt ki is fejtem, hogy mi az az Arduino pontosan. A korai mikrokontrollerek azok EEPROM-mal rendelkeztek, tehát ez azt jelentette, hogy ugye volt ez a mikrokontroller, chip, processzor, memória, minden benne volt, de a program memóriát azt egyszer lehetett programozni elektronikusan, és csak úgy lehetett újra programozni a mikrokontrollert, hogyha UV lámpával megvilágítottuk a chipet, volt rajta egy ilyen kis ablak, ezt meg kellett világítani néhány percig, és az kitörölt a program memóriát, és újra fel lehetett programozni. Később megjelent az EEPROM, ehhez már nem kellett UV lámpa, hanem elektronikusan törölhető volt, és újra fel lehetett programozni, de az egész mikrokontrollert egy programozó foglalatba kellett tenni. Tehát ki kellett emelni a célrendszerből, fel kellett programozni, és vissza kellett tenni. Majd még később megjelent az ISP, az In-System Programming, ami azt jelentette, hogy a mikrokontroller az maradhatott a céláramkörben, vagy nyomtatott áramkörön, és egy úgynevezett programozó csatlakozón keresztül, ez egy hattűs csatlakozó, a számítógépről újra lehetett programozni. És itt már megjelent ugye a flash memória, tehát ez rengetegszer újra programozható. A következő lépés az az volt, hogy rájöttek arra, ezek a hobbi elektronikai emberek, hogy tulajdonképpen megoldható az is egy ilyen mikrokontrollerrel, az újakkal, hogy egy úgynevezett bootloader fusson a rendszer, tehát a bekapcsolás után, és a bootloader az képes arra, hogyha össze van kötve mondjuk soros porton egy PC-vel, és a PC az programozási parancsokat ad a mikrokontrollernek, akkor egy soros kapcsolaton keresztül felprogramozza, tehát betöltse a programot a flash memóriába, a programtárba. És a soros kapcsolatot, azt végül ugye az Arduinohoz is így jutunk el, ahol szintén jelen van ez a bootloader, és ezért nincsen szükség speciális programozó hardware-re, hanem csak egy USB kábelre, illetve egy ilyen USB soros chipre, ami magánál az Arduino-nál van. De mielőtt előugranék, nézzük meg, hogy mi is ez az Arduino. Ez az Arduino, ez egy szabad szoftveres, mikrokontrolleres, elektronikai fejlesztő platform. Ez azt jelenti, tehát azért platform, mert van egy hardveres része, ezt mindjárt megnézzük, hogy micsoda, tehát egy nyomtatott áramkör, kitalált áramkör, USB csatlakozó, tehát egy teljes hardveres része van, és van egy szoftveres része, ami tartalmaz egy ilyen IDE-t, egy ilyen integrált fejlesztő környezetet, illetve egyéb segédkönyvtárakat, amik segítik a fejlesztést. Az Arduino az 2005-ben fogant meg az Arduino ötlete Olaszországban, Massimo Banzi és David Körtei alapította, és ugye próbáltam utána járni, hogy honnan jön ez az Arduino név, és meglepődve láttam, hogy ugye a nevét valahogy úgy kaphatta, hogy elképzelem, hogy a Massimo és a David ülhettek ott a Arduino úton egy bárban, és gondolkoztak azon, hogy mi legyen ennek az elektronikai platformnak a neve. Két sör mellett egyszer csak látták szemben az utca névtáblát, hogy Via Arduino út, és fejükre csaptak, és azt mondták, hogy ez milyen jó név, ez biztos jól fog hangzani. És ugye amíg nem jártam ennek utána, addig én sem tudtam, hogy vajon honnan jött ez a név. Tehát ilyen egyszerű magyarázata van a névadásnak. Az Arduino, tehát ez a platform, az a lényege, hogy az alapgondolat, hogy ez a széles tömegeknek készült. Tehát a hagyományos mikrokontrolleres programozásba drága belekezdeni, tehát hogy lehet venni mindenféle ilyen evaluation kiteket, tehát fejlesztő készleteket, aminek az ára 30, 50, 80, 100 ezer forint, vagy még feljebb volt korábban az én mikrokontrolleres fejlesztőkiteknek. És relatív bonyolult volt ezeknek a rendszereknek a programozása. Tehát C nyelven, illetve assembly nyelven lehetett jellemzően ezeket programozni. És szükséges volt hozzá egy speciális programozó kapcsolat, tehát ugye nem volt meg ez a USB-s csatlakozásos könnyű feltöltési lehetőség, és főleg a profik és ugye a haladó elektronikai hobbistáknak volt ez a terepe, tehát kevesen tudtak ezzel foglalkozni.
Az Arduino ezzel szemben olcsó, tehát egy ilyen Arduino elektronikai készlet, az, vagy modul, az kb. 5-7 ezer forint, ami elég olcsónak számít, és maga az alapcsípje, tehát ez a mikrokontroll, ez az alap, meg a 328-as, az nagyjából 800 forintért már kapható. Ugye C, illetve C++ nyelven lehet programozni, de ez a C nyelv is le van egyszerűsítve, úgyhogy rengeteg kész rutint kap a programozó, és egy jó környezetet ahhoz, hogy könnyen és gyorsan tudjon fejleszteni. Hát még az igazi amatőrök is neki tudnak állni, és a sok leírás segítségével meg tudják valósítani az ötleteiket, az egyszerűbb ötleteiket. És ugye az Arduino előnye, az általában, ugye mint mindennek, ami nagyon elterjedt az interneten, sokan használják, az pont az, hogy sokan használják, sokan építenek rá, ezért rengeteg projekt és leírás és példa van az interneten. Tehát ha én szeretnék hőmérsékletet mérni egy ilyen Arduino rendszerrel, akkor biztos, hogy rákeresek és találni fogok legalább 100 találatot arra, hogy hogyan tudok egyszerűen összerakni egy hőmérőt, ami mondjuk a PC-re kapcsolódik. És akkor nézzük az Arduino-nak a hardverét, tehát hogy hogyan néz ki egy ilyen Arduino alaplap, ez az Arduino-nak a DSIMILA modellje. Tehát ugye látjuk azt, hogy az egésznek a magja, ez a mikrokontroller, itt a nyomtatott áramkörön itt középen alul helyezkedik el, tehát ezen fut a programunk, illetve az Arduino-nak a bootloader, az úgynevezett program betöltője. Ugye a számítógép felé egy ilyen USB csatlakozón csatlakozik, és az USB és a mikrokontroller között van egy ilyen USB soros átalakító chip, ez pedig ez. És ez teszi lehetővé azt, hogy ugye az Arduino mellé csak egy USB kábel kell, és már is tudunk programot feltölteni, és használni az egész platformot. Ja, ami nagyon fontos, ugye vannak digitális ki- és bemenetek, illetve analóg bemenetek, amit tudunk vezérelni, tehát így tudjuk a különböző hardverekkel összekapcsolni az Arduino-t. Emellett néhány más komponens is felkerült az Arduino-ra, mint például egy reset gomb, egy kvarc kristály, ami adja az órajelet. Van lehetőség arra, hogy a projektjeinket azt egy külső tápegységről hajtsuk meg, tehát ugye az USB az 5 voltos feszültséget ad, és korlátozott milliamperrel terhelhető, 500 milliamperrel terhelhető. Ez egyszerűbb dolgokra elég, tehát hogyha néhány ledet kötünk rá az Arduino-ra, vagy egy hőmérsékletmérőt kötünk rá, vagy egyszerűbb modulokat, akkor ahhoz elég ez az árammennyiség. De amennyiben nem elég, tehát például a szervomotoroknál már szükség van arra, hogy egy úgynevezett pali adapterrel megtápláljuk ezt az Arduino lapot. Itt az Arduino-nak a magja, az ATmega meg a 328-as chip, tulajdonképpen ebből is több változat volt az idők során, jelenleg ez az, ami olcsón elérhető és megfelelő teljesítményt is ült és programozó ható is. Ez 16 MHz-en fut, tehát itt látjuk azt, hogy a mikrokontrollerek azok egy egészen más világ, mint amit most a PC-knél megszokunk. Tehát a 16 MHz az, most tudom, 20 éve lehetett még egy jó PC teljesítménye. Most persze hasonló teljesítményt képesek ugye a gyártók egy ilyen chipbe beépíteni. Ugye ez 5 volton megy, illetve most már újabban 3,3 volton is működhet. Ami érdekes, ugye a program memória, tehát a programok számára 32 kilobájt tárhely áll, illetve programtárhely áll rendelkezésre. Ezt szintén, hogyha a PC-khez hasonlítjuk, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy itt hogy működhet bármi is. Tehát ugye a mai világban akkor 4 és 8 gigabájtos PC-k vannak, ilyen desktop PC-k, akkor ugye egy 32 kilobájtos program memóriában nehéz elképzelni, hogy mi működhet. De nem szabad elfelejteni, hogy ezek a mikrokontrollerek egy-egy célfeladatra készültek, tehát ezeken nem fut operációs rendszer, csak maga a program, ugye az a program maga, ami reagál kimenetekre,
vagy reagál bemenetekre, ugye kimeneteket állítgat, akár kommunikációt végez. Tehát itt tulajdonképpen azért sok mindent meg lehet csinálni ennyi memóriával. És ugye 2 kilobajt SRAM van, ez a SRAM, ez a változók, tehát a futás közbeni változók rendelkezésére álló tárhely. Ez is ugye nagyon kevésnek tűnik, hát ezzel gazdálkodni is kell. Tehát tény az, hogy amikor komolyabb dolgokat fejlesztünk az Arduino-ra, akkor kell esetleg kalkulálni azzal, hogy be kell férjen a memóriába, amit szeretnénk. Tehát mondjuk, ha egy programozható termosztátot akarunk, aminek van 10 programja, akkor ezek ki kell számoljuk, hogy mondjuk a program helyek mennyi memóriát foglalnak, tehát hogy ne lépjük túl a tárhelyet. És van 1 kilobajt EEPROM, ugye ez azért említésre méltó, mert minden egyes reszeteléssel, tehát amikor reszeteljük az Arduino-t, vagy elmegy az áram és visszajön az áram, akkor ugye minden eltűnik a RAM-ból, az SRAM-ból, ugye a program memória az értelemszerűen megmarad, tehát a program az megmarad, de ha valamilyen változót tovább akarunk örökíteni ugye a kikapcsolás, bekapcsolások között, akkor egy úgynevezett EEPROM-ba tudjuk ezt eltárolni, ami egy nem felejtő memória. Az Arduino-nak 14 digitális ki- és bemenete van, amik azért sokféle célra használhatók, 6 analóg bemenete, és 1 UART, egy úgynevezett soros portja. Ugye említettem, hogy van egy bootloader is, tehát a bootloader segítségével mindenféle programozó nélkül, csak számítógéppel összekötve az Arduino fejlesztő környezetből egy gombot megnyomva fel tudjuk tölteni az új programunkat, ami már fut is. És az Arduino az ugye olcsó és kevés alkatrészt tartalmaz. Létezik több generáció belőle, ezt mindjárt meg is mutatom, illetve szabad klónozni, tehát bárki veheti ezt a referencia dizájnt, illetve nem csak referencia dizájn, tehát ezt, amit árulnak is, és más név alatt készíthet belőle variációkat, és azt is árulhatja akár, hogyha akarja, vagy ingyen közé teheti. És sok kiegészítő van, tehát mivel az Arduino az elterjedt, ezért nagyon sok kiegészítőt lehet hozzá kapni. És akkor nézzük először itt a variációkat gyorsan, hogy készült olyan Arduino, amit arra optimalizáltak, hogy mondjuk egy beépített valamilyen projektben ott elemről működjön, tehát baloldali. És ez például az Arduino Pro, ennek van egy elem csatlakozója, de például nincs USB csatlakozója. Akkor van például az a Lilipad Arduino, az jobb oldalt felül, ez pedig ilyen ruhára szerelhető elektronikai rendszerhez fejlesztették ki. Tehát amikor ugye valahogy fel van programozva ez a mikrokontroller, a vezetékek helyett ilyen ezüstszálakat szoktak használni, és akkor nem tudom, villogtat ledeket, vagy zenél, vagy bármit, vagy kommunikál valami modullal. Akkor van olyan Arduino itt bal oldalt alul, ami tartalmaz egy Ethernet interfészt, és egy Ethernet chipet, tehát ezt ugye közvetlenül a helyi hálózatra rá tudjuk kötni, és akkor hát adatokat tud kommunikálni. Az új Arduino-kon már ugye egy chip van, például az a bal felső Arduino Micron, ami tehát nem kell külön soros USB átalakító chip, hanem már az új Atmel chipek tudják ezt beépíteni, közvetlenül USB kapcsolattal rendelkeznek. Illetve van például az Arduino Due, ami egy 32 bites magot tartalmaz, és sokkal több ki- és bemeneti portja van, tehát a komplexebb projektekhez. És akkor nézzük azt, hogy hogyan néz ki ez a fejlesztő felület, ez az Arduino ide. Ez itt is szempont volt az, hogy akár a kezdők, hobbisták nagyon gyorsan el tudjanak fel kezdeni, fejleszteni, sikereket elérni. Tehát ezt Java nyelven írták ezt a felületet. Ez több platformos, tehát Linuxon, Windowson, Mac OS-en is lehet használni. Fordításnak a GCC fordítót használja. Van hozzá nagyon jó függvénykönyvtár, tehát ugye nem kell alacsony szinten a chipnek a mindenféle specialitásával foglalkozni, hanem olyan kényelmi függvényeket írtak, amivel, ezt mindjárt meg is mutatom, hogy mennyire egyszerű elérni eredményt. Egyetlen negatívum vagy debugger az nincsen, de hogyha ugye azt akarjuk nézni, hogy a programunk hogyan viselkedik, akkor egy ilyen soros kapcsolaton különböző üzeneteket küldhetünk a PC felé, tehát ilyen print line-t, amit a soros monitoron meg lehet jelenteni.
És nézzük azt, hogy, hogy néz ki egy ilyen Hello World egy Arduino rendszeren. Itt ugye, mivel ennek a modulnak, elektronikai modulnak önmagában nincs semmilyen képernyő, semmilyen kimenete vagy billentyűzete, itt a Hello World-et úgy szokták megcsinálni, hogy az egyik kimenetre, itt például a 13-as kimenetre rá kötnek egy ledet egy ellenállással. És ugye a led az úgy működik ebben az esetben, hogyha azon a kimeneti kapun plusz 5 voltos feszültség jön ki, tehát ha aktív a kapu, akkor ugye kigyullad a led, hogyha egy nullát küld ki a mikrokontroller, akkor pedig nem világít. És az Arduino-s Hello World az gyakorlatilag egy ilyen LED villogtatásról szól. És azt látjuk, hogy ehhez mindössze 5-10 sorkódot kellett írni, tehát van mindig egy ilyen setup rutin, tehát amikor áramot kap az Arduino chip, vagy resetet kap, és elindul a keretrendszere, akkor először meghívódik a setup rutin, ahonnan megkapcsoljuk a LED kimenetet, tehát ezt a 13-as kimenetet outputra, tehát kimeneti irányra definiáljuk. Ugye mivel itt a mikrokontrollereken kevés láb van, ezért lehetőség van arra, hogy a lábakat kimenetként, bemenetként használjuk, tehát sok variációs lehetőség van azért, hogy a sok ilyen rendszerépítőt vagy támogassák, mert mindenkinek mások lehetnek az igényei. Lehet, hogy van, aki több bemeneti adatot szeretne, vagy kaput, van, aki több kimenetét. És a Hello World, ugye mint a programnak a lényeg, ez a loop rutin, ami végtelenítve fut. Ez pedig annyit csinál, hogy a LED kimenetet először magas állásba kapcsolja, majd vár egy másodpercet, majd alacsony állásba kapcsolja, és utána megint vár egy másodpercet, és ez ismétlődik az örökké valóságig. Tehát így villogtatja a LED-et. És ahhoz, hogy ezt ugye ki tudjuk próbálni, ugye kell egy Arduino, rá kell kössünk egy LED-et, egy ellenállással, ezt a néhány sort be kell érjük a fejlesztő környezetbe, és utána azt mondjuk, hogy induljon el a program, mire lefordul ez a program, ugye, hogyha nem csináltunk benne hibát, automatikusan feltölti erre az Arduino chipre, és el is indítja. És rögtön látjuk az eredményt, tehát másodperceken belül látjuk azt, hogy amit csináltunk, az hogy fut ezen a mikrokontrolleren. A kérdés az, hogy ugye, mit lehet még illeszteni az Arduino-hoz. Nyilván nem csak ledeket akar mindenki villogtatni, tehát nincs is ilyen korlátozás. Így gyakorlatilag szinte idézőjelben bármit hozzáilleszthetünk, hogy aminek meg le van dokumentálva a protokollja, és azt meg tudjuk valósítani. De itt azért korlátot jelent az, hogy 13 IO vonal van, és a teljesítmény, tehát a 16 MHz-el is, mondjuk egy HDMI-s TV-re nem nagyon fogunk tudni képet kiadni. Ugye illeszteni tudunk ledeket, LED modulokat, LCD-t, reléket, szervomotorokat, akár GPS vevőt. A GPS vevők azok általában ugye soros porton közlik tehát a helyi információt az Arduino-val. Köthetünk az Arduino-ra ilyen Bluetooth illesztőt, és akkor a számítógéppel Bluetooth protokollon tud kommunikálni. Akár egy GSM modult is rakhatunk rá. Nyilván ez a GSM modul is úgy működik, hogy gyakorlatilag egy soros interfészen lehet parancsot adni a GSM modulnak, Ethernet modult is, hőmérséklet érzékelőkben van egy úgynevezett egydrótos hőmérséklet érzékelő rendszer, amit fel lehet fűzni egy tehát hosszú buszra, ez is nagyon népszerű, akár memóriát is csatolhatunk, még soros memóriát, vagy SD memóriát, és például így néznek ki a néhány illeszthető hardware, úgynevezett shield, tehát akár lehet egy ilyen LCD, jobb oldalt felül egy ilyen LCD keypad, vagy bal oldalt felül egy ilyen GPS shield. És tulajdonképpen van egy Arduino-nk, és mondjuk egy ilyen GPS-es modulunk, van, amelyik ebből mondjuk SD kártyát is, kártyainterfészt is tartalmazhat, akkor rögtön tudunk írni mondjuk egy GPS naplózó programot, és már csak egy elemre vagy akkumulátorra kell rákötni, akár az autóba, vagy biciklire, vagy bárhova könnyen készíthetünk egy ilyen GPS naplózót, amiről később a PC-re ugye át tudjuk tölteni a rögzített adatokat. Az Arduino-nak a fejlődési irányai, azok úgy
megnéztek, hogy általában, ahogy megjelentek az Atmelnek az újabb csipei, ugye több memóriát tartalmaztak, és elérhető árban lettek. Ugye ezeket elkezdte használni az Arduino, tehát több memóriában nagyobb programokat, komplexebb programokat lehet csinálni. Van olyan modell az Arduino-nak, ahol több bemeneti irány van, digitális analóg portból is több van. Integrált USB is megjelent, tehát amikor közvetlenül ezt a csipet rá lehet kötni a gépre. Több shield is lehet, illetve nyilván függvénykönyvtárakat is fejleszti. Nagyon röviden visszanézünk, hogy az első Arduino az még 8 kilobájtos programmemóriát tartalmazott. Itt azért még voltak korlátok, később a 16 kilobájtos jött. Az évek során is most a 32 kilobájtnál tartunk. Ezzel azért már elég sok mindent meg lehet csinálni. Illetve ugye van az Arduino megavonal, ahol a 14 kimenet, digitális kibemenet helyett 54 jelenik meg, és az analóg bemenet helyett is 6 helyett 16 és 4 soros port, tehát ezzel is még komplexebb projekteket lehet csinálni. Ugye az Arduino-ról volt szó, hogy nagyjából ez mondjuk 5-6-7 ezer forint körül szokott lenni az interneten, a magja az 8-900 forint, ha csak azt a chipet nézzük, a mikrokontrollert. Van ez a nagyobb változat, ez az Arduino Mega 2560-as, ugye, ami sokkal több portot tartalmaz. Itt ennek nagyjából 12 ezer forint az ára az interneten, vagy illetve a klónja is hasonló árban mozognak. Mondjuk ezzel egy probléma van most már ez az Arduino Megával, hogy ebben az árkategóriában, ez a 10-15-20 ezer forintban, most már gyakorlatilag teljes ilyen Linuxos embedded PC-ket lehet kapni, tehát lehet, hogyha valakinek már nem elég a sima Arduino kapacitása és tudása, akkor az már egy ilyen routert, vagy egy ilyen beágyazott kis Linuxos PC-t fog venni. Ugye az Arduino fejlődése során igen, egyre több függvény könyvtárat raknak bele, több támogatott modell, tehát ahogy megjelennek az új modellek, azt is támogatja az ide, és a klónokat is jobban támogatják. Ami az érdekesség, hogy aki ügyes elektronikából, az megépítheti a saját magának az Arduino-t. Nagyjából 1-2 ezer forintból, ugye a soros USB chip nélkül meg lehet építeni egy Arduino-t. Hiszen kell egy mikrokontroller hozzá, ugye annak mondjuk 8-900 forint az ára, akkor nyomtatott áramkör, amit lehet otthon is készíteni, akár egy reset gomb, néhány kondenzátor ellenállás, kvarckristály, ezek relatív kis tételek, és akkor mondjuk 1-2 ezer forintból ki lehet hozni egy modul. Ez ugye azért érdekes, hogyha például egy olyan rendszert építünk, akár mondjuk egy házvezérléses rendszert, ahol még szobánként kell egy-egy modul, akkor látszik, hogy az se egy jelentős tétel. Tehát meg tudjuk magunk. És akkor itt lássuk azt, hogy néznek ki ezek az Arduino projektek a gyakorlatban. Tehát itt mindig az a lényege az egész Arduino koncepciónak, hogyha van valakinek egy jó ötlete, hogy eddig nem volt hozzá eszköz, hogy megvalósítsa, és kap hozzá egy Arduino-t, egy ilyen elektronikai platformot, amit könnyen fel tud programozni, és rengeteg leírás talál hozzá, akkor megvalósítja, és örülni fog a megoldásnak. És ezek általában egyébként ilyen hobbista megvalósítások, amik hát ugye az interneten publikálnak, tehát így úgy lognak ki a drótok, és az ember azért, ahogy nézi, azt gondolja, hogy jobb lenne beforrasztani a drótokat, hogyha ezt hosszabb távon is akarja az illető, hogy működjön ez a rendszer, tehát sok prototípus van, de akik megcsinálják, azok nagyon boldogok, és örülnek, és később persze tovább fejlődnek. Tehát például van egy ilyen példa, egy úgynevezett Delta robot, jobb oldalt felül látjuk az ipari robotot, ez egy ilyen három szervó motoros robot, amit például ilyen áramkörbeültetésekre használnak. Ennek az analógiájára bal oldalt látjuk azt, hogy egy Arduino-val és három szervó motorral ugyanezt meg lehet valósítani, természetesen ugye ez nem ipari precizitású lesz. Ez egy olyan robot, ami ezt a középső felső részt, azt a platformot ugye három dimenzióban képes mozgatni ilyen XYZ tengelyeken, és akár egy ilyen elektronikai rakodó valamit csinálni vele. A következő példa, ezeknek a példáknak van, hogy nem látszik olyan különösebb nagy értelme, de
de mindig ugye ember döntél, hogy kinek mi a fontos, és mi az eredmény. Tehát például itt egy hőnyomtatónál valaki kiszerelt ilyen hőnyomtató fejet, és azt valósította meg Arduino-val, hogy ezt tudja használni a PC-jéről, tehát USB-re rákötve Arduino-val tud egyszerűen hőpapírra nyomtatgatni. Na, itt van az egyik, elmentem egy ilyen USB-s homokóra. Ez kb. Egy olyan projekt, amit egy ilyen modern művészeti kiállításon tudnék elképzelni. Hát amikor az ember bemegy a csarnokba, és látja, hogy van valami a csarnok, hogy a teremben, a terem közepén, és az egy ilyen homokóra, ami lepereg, és utána megfordítja ugye egy szervomotor, majd megint lepereg a homokóra, és megint megfordítja. Tehát itt ugye arról van szó, hogy egy Arduino vezérli ezt a szervomotort, ami ugye a szervomotor az állítható, hogy milyen pozícióban legyen, itt mindig 180 fokokat oda-vissza forgatja a szervomotor ezt a homokórát, és a homokóra közepén pedig van egy optikai érzékelő, ami érzékelő, hogy hogyan pereg a homok, illetve hogy lepergette már. De természetesen ugye aki ezt csinálta, az ennek tovább ment, és ő azt mondta, hogy ez tulajdonképpen egy véletlen szám generátor, ha jól megnézzük. Tehát ahogy pereg a homok a közepén, az véletlenszerűen vet árnyékot, tehát hogy éppen hogy pereg a homokot az optikai érzékelőre, és annak a kimenete, hogy most épp ott milyen fényerősséget érzékel az optikai érzékelő, az egy véletlen szám. És ugye ez egy olyan jó véletlen generátor, amit mindenki ránéz, ugye a szoftver, az Arduino szoftver, azt lehet ellenőrizni, a hardvert is lehet ellenőrizni, és egy olyan véletlen generátor, amiben biztos nincsen késkapu, vagy backdoor, tehát tudjuk, hogy ez biztosan jó számokat ad. Ez például a titkosításhoz fontos, hogy jó véletlen számaink legyenek, mert ugye, hogyha azok nem igazi véletlen számok, akkor sokkal könnyebb feltörni a titkosítást. Na, következő projekt, ez is a kedvencem, tehát aki van nyaralója, hogy családi háza, és van egy nagy kertje, az erről álmodik sokszor, tehát hogy amikor hát kinek mi, hogy barátnő, feleség, vagy esetleg az anyja, apja azt mondja, hogy te fiam, menjél már ki a kertbe, és nyírd le azt a 600 négyzetmétert, hogy akkor milyen jó lenne, hogyha csak annyit kellene tennünk, hogy elmegyünk a hűtőbe, kiveszünk egy sört, felrakjuk a napozósapkát, meg a kempingszéket, és akkor itt van a távirányítós fűnyíró, ami gyakorlatilag úgy van vezérelve, ugye, mint egy ilyen RC távirányítós autó. Tehát a teste az egy benzines fűnyírómotort tartalmaz, hogy azt csak be kell indítani, és a kerekeket pedig két ilyen speciális motor vezérli, amit Arduino hajt meg. Tehát ugye az embernek van ez a távirányítója, mint amivel ilyen RC autókat irányít, és a vevő részen pedig egy ilyen 12 voltos akkumulátorra felszerelt motorok vannak szerelve, és akkor ugye szépen karosszékből ugye le lehet nyírni a kert, a füvet, azért ez nem egy rossz dolog. Érdekessége ennek a megvalósításnak, hogy itt igazából két Arduino került beépítésre, mégpedig azért, mert ha esetleg elvesztené a jelet ez a fűnyíró, vagy valami probléma történne, akkor nem szerencsés az, hogyha elszabadul egy ilyen benzines, automatizált motoros fűnyíró, és ki tudja, hol áll meg. Tehát ezért a másik Arduino az azt figyeli, hogy jó jelet kapja a rendszer, illetve hogy van egy vészleállító jel, amire rögtön elvágja az áramot, és akkor kikapcsolja a rendszer. Egy másik projekt, amit találtam, ez az úgynevezett varázsóra, ez az egyik filmben szerepelt, amit én sajnos nem láttam a filmet. Harry Potter volt, azt hiszem, a film, ahol az egyik családnak volt egy speciális órája, aminek az előlapján nem számok voltak, ugye 1-től 12-ig, hanem különböző helyek, hogy nem tudom, iskola, mondjuk az egyik szülő munkahelye, másik szülő munkahelye, nagymama háza, és az óra mutatói azok pedig tehát mondjuk a négy fős családnál, mondjuk négy mutató volt, és minden mutató ugye oda mutatott, hogy hol van éppen az illető, aki, tehát hol tartózkodik, ugye akinek a fényképe rajta volt a mutatón. És egy hasonló rendszert épített egy amerikai
az Arduino-val. Tehát tulajdonképpen ilyen óralapra ugye kirakta a főbb helyeket, hogy akkor ki hol lehet. És ugye itt van egy pici csalás, hogy az Arduino az önmagában azért van olyan feladat, amire kicsi a kapacitása. Tehát tulajdonképpen az Arduino az meghajtja ezeket a mutatókat és a szervomotorokat, de az, hogy ki hol van, tehát azt az információt megszerezni, ami azt már egy ilyen Asus Linuxos routeren futó, ilyen Pythonos vagy Perlex script szedi le az információt, hogy melyik családtag hol van. Itt eleinte ugye azt találták, hogy akkor mindenki a Twitteren írogassa meg, hogy a családban, hogy hol van, majd rájöttek arra, hogy vannak ilyen szoftverek vagy szolgáltatások, amik a mobiltelefonon futnak, és meg is közlik a helyi információt, tehát hogy ki hol van. És ugye ebből az információból eljut az interneten keresztül ugye az Arduinohoz a vezérlőjel, hogy akkor melyik mutató hova menjen, és akkor mindig ez úgy, ahogy a mesében van, úgy működött ez az óra. Akkor egy következő projekt, ez is relatív egyszerű összerakni, és elég érdekes lehet, vagy hasznos lehet, egy ilyen házi árammérés. Tehát, hogyha azt akarjuk mérni, hogy milyen fogyasztása van a lakásunknak úgy időben, ezt úgy valósították meg, itt is egy Arduino ennek az egésznek a magja, ami közvetlenül Ethernetre, tehát közvetlenül a hálózatra kapcsolódik, és a villanyóránál pedig ilyen áramváltókat, áramcsökkentőket lehet ugye rárakni a bejövő vezetékekre, a fázisokra. Tulajdonképpen ez érintésmentesen elég, hogyha a vezeték köré megy ez az áramcsökkentő, és, vagy áramváltó, és amilyen árammal folyik be ott a 230 voltos fázis, ugye azt szépen lecsökkenti egy kis feszültségű jelre, azzal arányosan, amit az Arduino bemenetén tud mérni. Tehát, hogyha megy a mosógép és 1000 wattot vesz fel, akkor ugye az áramcsökkentő lehet, hogy mondjuk fél voltos jelet ad ki az Arduino felé, az leméri a jelet, és akkor ezt mondjuk 5 percenként összegezve továbbítja itt például egy távoli szerverre, a szerver az mondjuk egy adatbázisba rögzíti, és lehetőség van mondjuk diagramokra, napi összesítésekre, tehát megnézni azt, hogy milyen energiafelhasználás van házban. Egy következő projekt, ez a programozható macskaetető, aminek ugye ez a klasszikus probléma, amit általában az ember a szomszédokkal szokott megoldani a hagyományos világban, vagy a családtagokkal, vagy rokonokkal. Hát ugye amikor néhány napra elmegy az ember otthonról, és mondjuk van egy macskája, akit etetni kell, akkor probléma az, hogy hogyan kapjon a macska naponta ennivalót. És ezért itt készült egy olyan projekt, ami így felül egy doboz, ahova bekerül a száraz étel, alul pedig van egy ilyen csigamenetes sín, amit egy Arduino vezérel, megadott időközönként, mondjuk fél percre, egy percre. Meddig van? Ja, jó, 39. Jó. Akkor átugrul. Ezek hosszú. De jó, röviden még csak annyi, hogy egyébként tehát bármilyen hasonló ötletet ugye meg lehet valósítani. Például csináltam egy intelligens szobatermosztátot, ami különböző szobákat rögzített, ezt is ugye kommunikált egy házi szerverre, rögzítette az adatokat, vagy egy időjárás előrejelzőt, ami mondjuk az időképről, hogy hasonló szolgáltatásról vette az adatokat, és azt egy ilyen kis ledes kijelzőre meg csinálta. Hoppá, és akkor köszönöm szépen a figyelmet, és ha vannak kérdések, akkor nem tudom, hogy van-e lehetőségre. Köszönöm. Ha nincs időnk, van időnk kérdésre? Jó, hogyha van, akkor várom a kérdéseket, utána pedig esetleg kinn, hogyha még akar valaki kérdezni. Igen? Tessék. Mondjuk az a termosztát, építettem egy olyan termosztátot, ami figyelte egy lakásban több szobának a hőmérsékletét, és vezérelte, hogy a gáz
kazán. Hát igazából egy termosztát jelet adott, hogy most fűtsön vagy ne fűtsön a gázkazán. És ugyanakkor Bluetooth-szal kapcsolódott egy házi szerverhez, és a házi szerveren pedig egy PHP-s oldallal lehetett programozni. Tehát tulajdonképpen egy weboldalon be lehetett állítani mondjuk azt a 10 programot, hogy reggel 6 és 8 között, mondjuk 21 fok legyen 8 és 10 között, 25 fok, tehát csak be lehetett programozni, ugye, illetve rögzített még 10 percenként a hőmérsékleteket. És az az érdekesség, azért az fontos belegondolni abban mindig, hogy mi van akkor, ha esetleg valami hiba történik a rendszerben. Tehát például ugye én is megépítettem a hőmérőket, és egyet kilógattam ugye az ablakon, hogy akkor külső hőmérsékletet is rögzítsem. Míg jött egy nagy eső, és elvileg, amit én azt gondoltam, hogy jól vízszigeteltem, ugye mégis beázott a külső hőmérő. Ugye ennek például az volt az eredménye, hogy az egész busz, ahol a soron fel voltak fűzve a hőmérők, az zárlatos lett, és mindenhol nullát kapott a program. És ugye elvileg a nulla hőmérsékletet vehette volna úgy a program, mondjuk én erre figyeltem, hogy fűteni kell, mert hogy még nulla a hőmérséklet a szobában, és így folyamatosan adhatta volna a jelet a gázbojlernek, hogy fűtsél, gyakorlatilag szinte a végtelenségig. Tehát azért érdemes ebben mindig belegondolni. Illetve abban, hogy mi van akkor, ha valamiért elpattan egy kapcsolat, és az egész rendszer kiesik. Tehát én például a hagyományos termosztátot nem kötöttem ki teljesen, hanem úgy párhuzamosan kötöttem be, hogy legyen egy vészterv is akkor, ha esetleg itt elszáll valami. Másik kérdés esetleg? Jó, köszönöm. Akkor ha még van kérdés, akkor persze kint nyugodtan keressetek meg. Köszönöm szépen.